Ez a dallam szinte minden pécsinek ismerősen cseng. A zenélő szerkezet a Városháza tornyában működik már 22 éve. A Pavane és Gaillard című művet dolgozta fel Kircsi László, és az ezredforduló óta minden nap óránként felcsendül a muzsika. Ez egy a számos érdekesség közül, amit a látogatók megtudhatnak a Baranyai megyeszékhely városházának történetéről. A nagy közönség számára eddig nem látogatható részen a toronyban 2+1 szinten ismerkedhetnek meg az érdeklődők a történelem ezen részével. Kaptunk két szintet, amit be kellett valamilyen módon rendeznünk. Arra gondoltunk, hogy mivel a tér az elég szűk, ezért egy falmatricával fogjuk megoldani a tereknek a díszítését, és két tematikát találtunk ki, mivel a torony az a városnak a látképét mutatja, és amikor a legfelső szintre megyünk, akkor elcsodálkozunk, hogy milyen gyönyörű városban is lakunk, viszont amikor az épületeket azonosítani tudjuk, akkor lehet, hogy akadnak problémáink. Úgyhogy az alsó szinten egy befotózott panoráma az alap, amire bejelöltük, hogy az egyes épületek azok hogy néztek ki akkor, nagyjából abban a korszakban, amikor létrejöttek. Megjelöltük azt is, hogy mi volt az építés éve, és mi volt az eredeti funkciója, és természetesen mellé írtuk azt is, hogy ma milyen funkcióban vannak ezek az épületek. A panorámakép mellett egy hatalmas festmény is látható, amely az 1860-as évek pécsi látképét mutatja be. Az alkotás körülbelül a mai Expo Center környékéről enged bepillantást az akkor még jóval kisebb városba. Itt a második szinten a városházáknak a történetét írjuk le. Azért mondtam többes számban, mert az első városháza 1698-ban a török hódoltság után épült fel, és utána még két másik városháza is épült. Az, amiben most vagyunk, ez a harmadik, 1907-ben éppen 115 évvel ezelőtt épült fel. Az első városháza még barokk stílusban épült 1698-ban. Az egyemeletes épület 1704-ig állt, amikor a ráczdúlás következtében leégett. Néhány évvel később újraépítették, és egészen az 1830-as évek elejéig használták. Ezután már egy kétemeletes, klasszicista stílusú épület magasodott a város központjában. Ennek kivitelezését az akkori legjelentősebb helyi építőmester Piacek József irányította. Egy az 1890-es évek végén bekövetkezett robbanás miatt az építmény romba dőlt, így mai végleges formáját 1907-ben nyerte el. A neobarokk stílusú tervrajzot két tucat másik terv közül választották ki. Bemutatjuk azt, hogy milyen funkciókat látott és lát el a mai napig a városháza, milyen bérlői voltak, milyen tervpályázatok születtek az utolsó városházának a létrehozására, és végül is milyen alapon döntött úgy a bizottság, hogy ezt a mai városházát hozza létre. És végül a negyedik falszakaszon pedig bemutatjuk azt, hogy a városháza tornya milyen szerepet töltött be az évszázadok alatt. A toronyban már az 1700-as évek óta működik az óraszerkezet, melynek célja, hogy messziről is jól látható legyen a pontos idő. Az órákat, félórákat gyakran harangra mért ütéssel is jelezték. Emellett tűzvédelemre is használták a tornyot, az első szervezetet a város tanácsa 1723-ban hozta létre. Később a tűzoltók őrszobája is itt kapott helyet. A harmadik szinten tulajdonképpen ki lehet menni a teraszra, az erkére, és onnan végig lehet nézni a panorámát. Még azt szeretném elmondani, hogy nagyon szépen köszönjük a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya megyei levéltárának és a Csorba Győző könyvtárnak a segítséget, mert a forrásainkat, ami a múzeumban rendelkezés áll, az ő gyűjteményükből tudtuk kiegészíteni, és így egy teljes képet tudunk adni a városháza történetéről. A toronykiállítást bizonyos városi események, mint például a Városnapja, a Turisztikai Világnap vagy az októberre tervezett Nyitott Udvarok Napja alkalmából lehet megtekinteni vezetett bejárás keretében. Emellett előzetes egyéni regisztrációt követően is látogatható a tárlat. A maximum 10 fős csoportok regisztrációját a város honlapján elérhető felületen fogadják.